Közeleg a határidő, ameddig a korlátolt felelősségű társaságoknak törzsőkéjüket 3 millió forintra kell emelniük. A polgári törvénykönyv ugyanis kötelezővé teszi a törzsőke felemelését. Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag a törzsőke emelés bejegyeztetésére irányulnak, ingyenesen elektronikus úton lehet benyújtani. Azon KFT-k ellen, amelyek nem teljesítik határidőre kötelezettségüket, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek. Vendégünk dr. Toma Attila, a Nyíregyházi Törvényszék szóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Van egy kis déjà vu érzésem, ugyanis egy évvel ezelőtt már ugyanerről a témáról beszéltünk, hiszen az lett volna az eredeti határidő, ez viszont módosult. Így van. Közismert, hogy 2013 évben fogadta el a parlament az új PTK-t, a polgári törvénykönyvet. Már akkor annak a hatályba lépését 2014. március 15-ében határozták meg. Nyilván itt a KFT-ről van szó, korábban az ezzel kapcsolatos jogi szabályozásnak a keretét a gazdasági társaságokról szóló törvény, tehát lánykori nevén GT adta, ez most bekerült a PTK-ba. Ez már egy jelentős változást generált. A másik jelentős változás pedig a mai témánk az az, hogy a KFT-k esetében a törzstőkét 3 millió forintra fel kell emelni. Ez nem kis változás, mert többször változott már a KFT-knek a törzstőkéje, utoljára úgy tudom, hogy 500 ezer forintban volt meghatározva, és most 3 millió forintot követelt meg a törvényalkotó. Ezért volt az, hogy eleve egy 2 éves türelmi időt engedett a PTK hatályba lépésekor, arra, hogy ezt a törzstőke emelést a KFT megtegye. Ez járt le 2016. március 15-én, azonban akkor, ahogy a kérdésben is elhangzott, végül is módosították ezt a határidőt, egy év további türelmi időt adtak, tehát most fog valóban a napokban lejárni, pontos volt a felvetés. Mekkora dömpingre számítanak, hány céget érint ez a változás itt a megyében? Az, hogy hány KFT van pontos naprakész adattal, jelenleg nem tudok szolgálni. Nagyságrendileg tudom mondani, hogy 15 ezer számot meghaladja a megyében dolgozó KFT-knek a száma. Ebből egy olyan 10% körül, én úgy tudom, ez viszont már pontos adat, 1500 körüli az, amelyik még a törvényi kötelezettségét ez idáig nem teljesítette, illetve egy országos adattal tudok szolgálni, hogy egy kicsit elhelyezzük ezt a számot így a megyék sorában. 65 ezer KFT nem tette még meg ezt a tőke emelését. Ebből a mi megyénket, még egyszer mondom, szűk 1500 érinti. Ez a rendelkezés megszórta a KFT-ket? Hát ugye ez most, ha lejár ez a határidő, nyilván megszórta. Arra is gondolom vízválasztó, hogy ez az 1500-ból az is lehet, hogy be fogják fejezni a működést, tehát ilyen módon nyilván ez a határidő arról szól, hogy a KFT-nek el kell dönteni azt, hogy ebben a formában működnek-e tovább. Tehát dönthetnek úgy is, március 15-ig, hogy nem kívánnak ebben a formában, tehát KFT formában tovább működni, nem fogják megemelni ez esetben a törzstőkéjüket az előírt 3 millió forintra. Átalakulhatnak más gazdasági formává, egyesülhetnek, tehát számtalan lehetőség van. Ilyen módon ez egy vízválasztó is lesz, kiderül, hogy hány KFT fog maradni. Nézzük végig akkor a lehetőségeket, amennyiben valaki úgy dönt, hogy igenis megteszi ezt a bizonyos kötelező törzstőke emelést. Milyen lehetőségei vannak? Hát ugye itt lesz ez a határidő, ami vészesen közeleg, és valóban ezt már többször jeleztük egy évvel ezelőtt is, illetve ebben az évben már azért decembertől tulajdonképpen a törvényszék is adott ki januárban, februárban is közleményt, felhívást, hogy ne legyen annyira dömpingszerű ez a munka, ne hagyják a KFT-sek az utolsó pillanatra. Ahogy elhangzott a határidő, ez arról szól, el kell dönteniük, tehát össze kell hívni a taggyűlést, és el kell határozniuk azt, hogy igen, kívánnak KFT formában tovább működni, és ezt a döntést kell ezután 30 napon belül a bírósághoz eljutatni. Ilyen módon az utolsó határidő, tehát 2017. április 14-e lesz, ugye ezen a napon jár le a 30 napos határidő, amikor meg kell tenni a bejelentést
a kérelmet be kell nyújtani, ez kizárólag elektronikus úton nyújtható be, és kötelező a jogi segítő, tehát a jogi képviselőnek az igénybevétele. Nagyon fontos szabály még az is, hogy amikor pusztán erről van szó, tehát a tovább működéstől dönt a KFT, és megkívánják emelni a törzstőkét, akkor ez egy illetékmentes eljárás. Tehát tekintettel arra, hogy ezt a törvényalkotó írta elő kötelező jelleggel, ezért ez a fajta eljárás egyéb anyagi vonatkozása nincs, tehát ez egy díjmentes, illetékmentes eljárás lesz. Gondolom azt is fontos tudni, hogy nem az az egyetlen lehetőség, hogy a tagok benyúlnak a zsebbe, és saját zsebből ezt a hiányzó összeget Igen. beteszik a KFT-be, hanem más lehetőségek is vannak. Nyilván ez a legegyszerűbb. Egyébként, ahogy elmondta, számtalan más módja is van ennek, tehát apportot nem pénzben is lehet teljesíteni ezt a törzstőke emelést. Ezen kívül, magyarul, hogyha mondjuk valaki egy ingatlant bevisz a természetesen, cégbe, akkor ennek a vagyonként elfogadható. Eljárási módja, hogy minek kell megfelelni, de minden további nélkül. A vagyontartalék terhére is teljesíthető, tehát ennek a részletszabályai azért nagyon sokrétűek. Én gondolom ezért is jogi képviselő köteles ez az eljárás, mert KFT-nként és esetenként eltérő lehet ennek a módja. És nyilván a jogi képviselő pontosan tisztában van azzal, hogy mi mindent kell csatolni ahhoz, hogy ez hivatalos és eredményes legyen ez a benyújtás. Ez lenne a feladata. Mi történik, ha valaki elmulasztja ezt a határidőt? Milyen szankciókra számíthat? Hát ugye a bíróságok eddig is törvényességi felügyeletet gyakoroltak, a gazdasági társaságok, így a KFT felett is. Nagyon sokrétű szankció létezik. Mivel még az események előtt vagyunk, nem erre hegyezném ki a mondandómat, nem nevegye ez tényleg senki fenyegetésnek, inkább egy figyelemfelhívás, hogy tegyék meg a szükséges bejelentést. Azt tudom elmondani, hogy a felügyeleti jogkörben eljárva bírságot alkalmazhat a bíróság, azért ez elég jelentős, tehát ez akár a vezető tisztségviselővel, vagy akár magával a gazdasági társasággal szemben is alkalmazható. 100 000 forinttól, én úgy tudom, talán 100 millió forintig is terjedhet ez a bírság, tehát valóban súlya van. Illetve azt tudom elmondani, hogy a legvégső szankció az az, hogy a bíróság törli a cégjegyzékből, tehát a megszűntnek nyilvánítást annak kimondja. Annak a jogi következményeivel együtt. Ettől komolyabb következmény nincs. A civil szervezetekre szintén vonatkozott egy március 15-i határidő, de erről megint csak múlt időben beszélhetünk. Igen, itt egy újdonsággal számolhatok be, ugye a civil szervezeteknél, alapítványok, egyesületek esetében némiképp követte a KFT-k sorsát a határidőket illetően. Ugye ott arról volt szó, hogy ezek a szervezetek is bekerültek a PTK-ba, az új PTK-ba. Itt az volt a feladat, hogy az új PTK-nak megfelelő formában készüljön el az alapszabályuk, és tehát magyarán meg kellett feleltetni az alapszabályt, vagy a szerződésüket ennek az új PTK-nak. Valóban itt is még egészen decemberig mi is úgy tudtuk, és folyamatosan itt is tettük közzé a felhívást, hogy ne legyen kampányszerű ez a módosítás, hogy március 15-ig el kell végezni a civil szervezeteknek is ezt a feladatot. Az újdonság az évvégével érkezett, egy törvénymódosítás, amely ezt a határidőt eltörölte. Ezzel együtt én azt mondom, hogy nyilván meg kell, hogy feleljen az új PTK előírásainak minden ma működő civil szervezet is. Itt pusztán annyi történt, hogy ennek a határidejét, ezt a bizonyos március 15-i határidőt úgy néz ki egyenlőre törölték. Civil szervezetek esetében ugyanakkor van fontos változás. Egyébként azt visszatérve a megváltoztatáshoz, itt nincsen jogi, tehát annyiban eltér a KFT-től, hogy nincs jogi képviselőkényszer, tehát bárki benyújthatja a bírósághoz, és ez is egy illetékmentes eljárás. Egyébként azzal engedtek el engem a munkahelyemről, hogy reklámozzam egy kicsit,
Mind a két cégforma esetében a bíróságnak a honlapját, mindenféle információk és szükséges nyomtatványok, illetve azok magyarázatai a honlapunkon megtalálhatók, illetve a civil szervezetek esetében a Bocskai utca 2 szám alatti épületben minden hétfőn 1 óra után egy úgynevezett panasznap, inkább egy ilyen információs nap áll az ügyfelek rendelkezésére, tehát ha bárki elakad az ezzel kapcsolatos ügyintézésben, ott fognak nekik segíteni. Itt is van egy bizonyos változás, és azért itt ez megint csak egy határidőhöz köthető, ez mégpedig a közhasznú civil szervezetekre vonatkozik. Ugye a törvény előírta már korábban is azt, hogy nekik az éves beszámolójukat minden év május 31-ig el kell készíteni, azt ugye nekünk kezelni kell, meg kell küldeni az Országos Bírósági Hivatalban, amely aztán később ezt elérhetővé teszi bárki számára. Igaz, még ez a határidő odébb van, de szeretném azért felhívni erre is a figyelmet, hogy közeledik azért, ezt el kell készíteni, mert itt is különböző szankciók alkalmazhatók, ha ezt elmulasztják. Lesz még erről alkalmunk beszélni addig. Dr. Tom Attila, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen a meghívást.